A rendszerváltás óta először látogatott Budapestre izraeli miniszterelnök. A találkozó kifejezetten baráti volt. Netanyahu megköszönte, hogy Orbán kiállt Izraelért a nemzetközi fórumokon, ezzel szerinte nem csak Izrael, de az igazság mellé is állt. Minek köszönhető a magyar és az izraeli kormány politikájának hasonlósága? Szent Iványi István a vendégünk. Kétségkívül bonyolult történet Magyarország és Izrael frissen jött barátságának története. Szent Iványi István, jó estét! Jó estét kívánok! Amikor, kicsit messzebb mennék, jó? Amikor ön nagykövet volt, akkor szolgáljan végre kellett hajtani azt, amit Magyarországról utasításként kaptott. Mennyire volt saját mozgástere? Kérdezem én ezt annak összefüggésében, hogy az izraeli nagykövet közleménye pillanatok alatt anuláltatott a Tel Avivi, a külügyminisztérium felől érkező válaszsal. Egy nagykövetnek van saját mozgástere, de azért az igazság, hogy egy közleményt ad ki, azt egyeztetnie kell a külügyminisztériumával. Tehát kizárt dolog, hogy ezt ő a saját szakállára tette volna? Én kizártnak tartom, szerintem a külügyminisztériummal ő egyeztette, csak alacsonyabb szinten. És amikor ez eljutott Netanyahuig, aki egyébként külügyminiszter is, nyilván nem ő hagyta jóvá, akkor bírálták felül. Egyébként azt kell mondjam, mint volt nagykövet, hogy nincs rosszabb dolog egy nagykövet számára, mint amikor hivatalos kifejezéssel dezavuálják, tehát visszavonják azt, amit ő mondott, mert ettől a pillanattól kezdve elveszti a szavahihetőségét. Onnantól kezdve soha nem lehet tudni, hogy ő a saját véleményét képviseli, vagy pedig az adott kormányét, amelyet képviselnie kell. Tehát elég nehéz helyzetbe hozták a saját nagykövetet. Az jelent valamit, hogy most ott volt a találkozón, és ott parolázott a megjelent miniszterelnökökkel? Inkább az jelentett volna valamit, ha nincs ott. Ha nincs ott, az azt jelenti, hogy vége van. Tehát a nagykövet nincs jelen a két ország vezetőinek a találkozóján, akkor ez már igazából nem nagykövet. Tehát egy gesztus volt, hogy az összes fotón ott lehet, amikor igen. Orbán Viktor és Netanyahu találkozik, és arra készülnek, hogy aláírjanak valamit. Igen, ez azt, sőt, ő alá is írt egyet, tehát a kulturális megállapodást ő írt alá. Balogh miniszterrel, igen. Így van. Ezzel azt jelezte szerintem Netanyahu, hogy továbbra is számít rá. Mert hogyha őt nem hívták volna oda, és nem írt volna alá, akkor mindenki számára világos lett volna, hogy elvesztette a kormánya bizalmát, tehát ő már igazából nem képviseli a kormányt. Itt nem erről van szó, itt egy belpolitikai játék áll a dolog hátterében, azért ezt tudni kell. Részben nyilván Netanyahu akar tenni egy gesztust Orbán Viktornak a látogatás előtt, részben pedig Soros György megítélése a Likudnál, tehát a Netanyahu pártjában, illetve a szélsőséges vallási pártok körében kifejezetten negatív. Ezt tudni kell, legalább annyira negatív, mint mondjuk a Fidesz köreiben. Más okok miatt egyébként természetesen, de azért ott is az van alapvetően emögött, hogy Soros Györgyről úgy gondolkodnak, mint aki Izrael ellenség, aki anticionista, aki alá akarja ásni az ország biztonságát, terroristákat támogat, stb. Ez tehát a közös többszörös, ez a közös többszörös. Teszik ebben a történetben. Más közös többszörösök vannak most Magyarország és Izrael között. Ugye az látszik, hogy Netanyahu-t a V4 érdekli, és a négy Európai Uniós tagállam kiállása Izrael mellett. Igen, ez egy nagyon fontos szál, amit most említett, és szerintem az utazásának és a budapesti látogatásának ez az igazi oka. Ugye Izrael és különösen Netanyahu nincs könnyű helyzetben, az elmúlt másfél-két évben nagyon megromlott a viszony az Európai Unió vezető országaival, Németországgal és Franciaországgal. Ugye a Macronnal nem tudom most mi történt, tehát hogy ott sikerült-e valamelyest ezen segíteni. Alapvetően úgy tekintenek Netanyahu-ra, mint aki a béke folyamatnak a lerombolója, aki ugye a telepeket támogatja, emiatt a béke folyamat nem megy tovább. Ráadásul bírálják azért, hogy keményen lép föl a palesztinokkal szemben, emberi jogi bírálatok is vannak. Nagyon sok tekintetben hasonló bírálatok is hangzanak el, mint mondjuk Orbán Viktorral kapcsolatban. Neki volt egy nagyon fontos szövetségese, Nagy-Britannia, aki most kivonul ugye az Európai Unióból. Tehát égetően szüksége van az unión belül Izrael politikáját támogató országokra. Leginkább ez az országcsoport a V4-ek. Eddig is az volt, Magyarország is egyébként azt kell mondjam, hogy ezt megtette. Tehát például, amikor bevezették az Európai Unióban a megszállt területekről származó termékeknek a külön megjelölését, akkor Magyarország is és Csehország is tiltakozott ez ellen, és ugyan persze bevezették, de a többségi döntéssel, de ne nyíltan kiállt. És általában is ugye Magyarország nem bírálja Izraelt. Nem csak Magyarország. Nyilván nem filoszemita okai vannak, hanem nyilván elsősorban történelmiek lehetnek, nem? Tehát ez az a térség az Európai Unióban, amelyik a leginkább sújtott volt mindennel, ami a zsidóságot érte a 20. században. Biztos, hogy ez is benne van, tehát ugye mind Lengyelországból, mind Magyarországból egy nagyon jelentős közösség vándorolt ki. Még Szlovákiából is, sőt, még Csehországból is, ezt nem annyira ismerem, de a magyar és a lengyel a legjelentősebb csoportosulása, akiknek hát egy nagy diaszporája van Izraelben. Izraelben azt hiszem a világon az egyetlen Magyarországon kívüli magyar nyelvű napilap jelenik meg, és hát több százer ember van, aki magyarnak tartja magát, vagy magyar. Tehát ez biztos, hogy egy elem ebben, de az is benne van ebben, hogy Magyarország felfogás, vagy a magyar miniszterelnök felfogása nem áll messze a
Netanyahu felfogását. Egyébként a nemzetközi sajtóban gyakran összehasonlítják őket. Tehát mind a kettő nagyon hideg hatalomtechnikus, a hatalomért sok mindent megtesz, az ellenfeleivel nem bánik túlságosan kesztyűskézzel, hatalomkoncentrációra hajlamos, és az erőskész politikájának a híve. Ezek tulajdonképpen politikusi erények, amiket most felsoroltak, mindig a határok a kérdéses. Igen, azért a mértékek számítanak. Mert egyébként ezt tesz politikusával, akit szokták mondani. Igen, de azért számítanak a mértékek, és hogy mennyire vannak gátlások, és mennyire morális gátak vannak. Mennyire tudja Netanyahu elérni azt a V4-eknél, amiért jött? Ugye Szijjártó Pétertől kérdeztem, nagyon nem tagadta, hogy itt voltak éppen az Európai Unió ellensúlyozása, az Európai Uniós mozgások ellensúlyozása lenne az, amit a V4-ektől szeretne Netanyahu megkapni. Elég erőse ez a V4-ek? Nyilván ezáltal fel is értékelődik ez a négyes csoport. Szerintem önmagában nem elég erős, de ha ez a csoport azért határozottan föllép ezekben az ügyekben, annak van súlya, és akkor már nem olyan egyszerű Izraelt elítélő határozatokat, vagy hát ne is Izraelről beszéljünk, hanem a Likud és a Netanyahu politikáját elítélő határozatokat keresztül vinni, és azért talál még más kisebb nagyobb szövetségest azért a balti országok körében is. Tehát ez a legjelentősebb csoport, aki most mellette áll, de összejöhet egy blokkoló kisebbség az Európai Unión belül. És mindenképpen neki otthoni szüksége van arra, hogy azt tudja mutatni, hogy az Európai Unión belül vannak szövetségesei. Ugyanis őt az ellenzék azzal bírálja, hogy ő teljesen elszigetelődött. Hogy Trump az egyetlen szövetségese, és igazából Trump sem teljesítette azt, amit ígért. Ugye Trump azt ígérte, hogy áthelyezik a fővárost, az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, a hivatalos fővárosba. Erre mondta Szijjártó Péter, hogy nem mi vagyunk azok, akik kezében a legerősebben kell, hogy megnyilvánuljunk, de Trumpnak se egyszerű, nyilvánvalóan az arab világ ellenállása miatt. Igen, ez nyilvánvalóan nagyon nagy felháborodást váltanak ki, és ellenhatást az arab világban, és végül is ő sem kockáztatta meg, bár megígérte. De valóban még Nagy-Britannia számít olyan országnak, amelyik támogatja. Az nyilvánvaló, hogy ezek az országok nem fogják szemére vetni sem a falépítést, sem a telepek telepítését, semmit, sőt egy közös pont a migrációval kapcsolatos álláspont is. Ugye Netanyahu is nagyon elítéli ezt, és elutasítja, és ez a visegrádi négyekben is egy közös álláspont. Szinte az egyetlen, ami most összeköti komolyan az visegrádi négyeket, az a közös álláspont a migrációval kapcsolatban. Mert már nagyon sok mindenben a repedések megjelentek. Ez viszont ezek szerint Izrael is összeköti. Igen. Ezt a négy államot. Ez abszolút összeköti. Izrael ugyanis nagyon tart a muszlim hátterű bevándorlóktól, mert nem teljesen alaptalanul úgy értékeli, hogy minél több lesz Európában és Európa meghatározó államaiban a muszlim kisebbség, annál inkább azok az országok a politikájukban ezt követni fogják, vagy érzékeltetni. Ez ugye Franciaország esetében nagyon nyilvánvaló, ahol egy nagyon jelentős muszlim kisebbség van ma már. Ez politika formáló erő, és az Izrael ellenes álláspontban belejátszik. Nem volt az mindig úgy, hogy az európai zsidóság támogatja az izraeli politikát, Netanyahu politikáját, ezért támogatja javarészt? Pontosan azért, mert ebben megvan a közös többször. Itt van egy közös többször, de azért az európai zsidóság megosztott, tehát azért nagyon sokan nem támogatják Netanyahut, tehát az európai zsidóságon belül is vannak olyanok, akik ellenzik azt a politikát, azt az erőpolitikát, amit folytat. De az tény, és ezt nem lehet vitatni, hogy Izraelen belül is a többség az egyetért az Netanyahunak ezzel a nagyon határozott és erős álláspontjával. Attól tartanak, ha ezt nem tenni, akkor Izraelt kiszolgáltatná a terrorizmus. Amit Orbán Viktor ma a magyar zsidóság sorsáról mondott, és annak összefüggésében Magyarország felelősségéről. Az ide szólt elsősorban, vagy a Netanyahu látogatásnak tett gesztus volt? Szerintem a Netanyahu látogatásnak tett gesztus is volt alapvetően, hiszen neki valamilyen módon korrigálnia kellett azt, ami a Horthy Miklós kiemelkedő államférfi tevékenységéről szóló beszéde jelentett. Ez Izraelben nagyon nagy visszhangot váltott ki, és bizonyos értelemben még a Soros kampányt is, bár ezt Izraelben másképp értékelték, azt nem kifejezetten tekintették antiszemitának, de neki volt azért egy olyan rekordja, egy olyan háttere, ami miatt meg kellett ezt tennie. Szerintem helyes, hogy megtette, és én ennek örülök is, hogy ez elhangzott, ez fontos. Az nem jó, hogy itt azért van egy kétértelműség. Tehát folyik hónapokon keresztül egy gyűlöletkampány, például Soros Györggyel kapcsolatban. Én sem nevezném ezt önmagában antiszemita kampánynak, de az tény, hogy ez előhívott ilyen érzelmeket. Lehetett látni a plakátokon. Tehát ezt valamilyen módon ezt ellensúlyozni kell, tehát nem elég egy-egy ilyen kijelentése. Jó lenne, ha egyértelmű lenne a politika is, és azt követni, amit most elmondott Orbán Viktor, mert ez így rendben van, most mondott, de akkor ezt következetesen kéne. Köszönöm, hogy elmondta. Én is köszönöm szépen.